Lezárult a nevezési határidő, így eldőlt, hogy a tavalyinál négyel kevesebb csapattal 127 együttesen rajtolnak majd el a megyei futballbajnokságok. Az első osztály 16 csapatos mezőnyében ott lesz a legutóbbi bajnok Balkány, amely nem vállalta az NB3-os osztályozót. Újoncként pedig a három megye kettes bajnok, a Kótaj, a Dombrád és a Tarpa csatlakozott a megye egyhez. A másodosztályban 48 csapat vág majd neki a pontvadászatnak. 3x16 fős megye másodosztályú csoportunk lesz, mint az elmúlt években, már régóta ez azért hagyomány nálunk, illetve szintén ugye a versenykiírásunkban szerepelt. Itt a megye másodosztályban azért voltak olyan csapatok, akik annak ellenére, hogy a jogot megszerezték, mégsem éltek az indulás jogával, gondolok itt elsősorban a Geszteréd, a Záhon csapatára, így emiatt történtek feltöltések, természetesen a feltöltés az a versenyszabályzatnak megfelelően történt, ugye az első körben mindig a legjobb fel nem jutó helyen végző csapatot kell felkérnünk, aztán a legjobb kieső, majd a második legjobb fel nem jutó, második legjobb kieső. Hát ennek köszönhetően például a megyei másodosztályban benn maradt az Aramocsa háza, aki a szezon végén úgy nézett ki, hogy kiesik ugye a 15. helyről, illetve olyan megye 3-as csapatok is feljutottak, akik a második helyen végeztek, viszont mégis a megye 2-be folytathatják, ilyen a Mária Púcs, illetve a Kocsord együttese. A megyei harmadosztályban az elmúlt évektől eltérően nem 5, hanem 4 csoportban játszanak majd a csapatok. A 3-16 csapatos és az 1-15 csapatos csoport azt is jelenti, hogy a korábbi években megszokottnál több meccs jut majd egy együttesnek. A játékos keretek még sehol nem véglegesek, mivel javában tart az átigazolási időszak. Július 1-én indult, nyitott meg az átigazolási időszak az amatőr labdarúgók részéről, és egészen augusztus 31-ig tart. Természetesen pletykákat mi is hallunk, azért ennek a töredéke valósult meg már hivatalosan, tehát azért a csapatok nagy része még nem változtatott olyan sokat, viszont azt is tudjuk, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye híres arról, hogy nyáron nagyon sok csapatnak kicserélődik a fél játékos kerete, úgyhogy azért most is nagy jövésmerés várható, de az elmúlt évek tapasztalatai alapján ez a július utolsó hete, illetve az augusztus közepére fog ez esni, tehát szerintünk akkor lesz a legtöbb népvándorlás. Ami viszont ennél fontosabb, hogy ugye azoknak a labdarúgóknak is, akik ott maradnak az egyesületnél, szükség van új játékengedélyre, hiszen minden évre adunk ki új érvényes játékengedélyt, és ezeknek a kiváltása viszont nagyon fontos. Ebben el vagyunk egy kicsit maradva, úgyhogy ezúton is kérem a kedves csapatvezetőket, hogy az IFA rendszeren keresztül, hiszen most már minden ott megy, a versenyengedélyeket legyenek szívesek kiváltani, és szintén fontos információ, hogy sportorvosi igazolást is váltsanak ki, akinek betelt a sportorvosi lapja, szintén kérni egy újat nálunk, illetve sportorvoshoz el kell menni, hiszen a sportorvosi igazolás az kötelező ahhoz, hogy valaki pályára tudjon lépni. Felnőtt játékosnak ugye egy esztendőre, 18 éven aluli labdarúgónak pedig fél évre szokták megadni a sportorvosi engedélyt. A Magyar Kupa megyei selejtezőire a 16 megye 1-es csapat mellett 17 megye 2-es és 3 megye 3-as együttes nevezett. Közülük 4-en jutnak majd fel az országos főtáblára. A bajnokságban az augusztus 12-13-ai hétvégén indul útjára a labda, a Magyar Kupában pedig már az előző héten pályára lép 8 együttes.